Az a filozófia, amelyet megfogalmazott magának a színház vezetése, hogy modern legyen, kortárs, de ugyanakkor közönségbarát, ez egyértelműen lejön abból, azokból az bemutatókból, amelyek itt előttünk állnak az elkövetkezendő évadban, és azokból a darabokból is, amelyek bemutatásra kerülnek. És nagyon fontosnak gondolom azt, hogy olyan művészek és rendezők fognak dolgozni az elkövetkezendő évadban, amelyek nagyon izgalmas előadások megszületését jelentik az előttünk álló évben. És természetesen folytatni fogjuk azoknak a programoknak azokat a programokat, amelyeket elindítottunk, így a CSIP folytatódni fog, és azt a két fesztivált, amelyet már az egyiket több mint egy évtizede, a másikat pedig tavaly indítottuk el, a Deszkát, illetve a Magda Festet is életben fogjuk tartani, és új köntösben fogjuk megjeleníteni. Kitartó, szorgalmas munkával, egy olyan csapattal, akikben megbízhatunk, olyan művészekkel, akik mindig meg tudnak lepni minket, olyan harmonikus együttműködésben, ahogy mi dolgoztunk Péterrel az elmúlt 5 évben, igenis érdemes bízni, mert jönnek az eredmények, és azt gondolom, hogy nyugodtan adhatom át a stafétabotot, mert ezekre az eredményekre, amit 2-5 év alatt elértünk, ezekre az eredményekre lehet építeni, és ez a következő évad is azt jelzi számomra, hogy egyre erősödik a csokonai művészi színvonalában is, és ugyanakkor a közönséget sem felejtjük el, és ez a kiegyensúlyozott műsorterv, amire mindig is törekedtünk, és mindig is gondoltunk rá, ez biztosítéka annak, hogy a következő 5 évad legalább olyan sikeres lesz, mint az elmúlt 5 évad. Mindenképpen maradnánk emellett a kiegyensúlyozott és de nagyon változatos program mellett, amit eddig is próbáltunk a színház művészeti koncepciójában továbbvinni. Nyilván a szervezeti struktúrában változásokat szeretnénk, amivel azt, tehát a lényege az, hogy nagyon erősen változik a közönségigény, és ezt a közönségigényt mindenképpen kellene valahogy lekövetni ezeknek a változásoknak. És az első évaddal rögtön azt is szeretnénk mutatni, hogy ezt a nemzetközi nyitást, amit eddig is már építgettünk szépen lassan, azt az évadnak a program struktúrájával, vagy az előadások struktúrájával is szeretnénk egy kicsit mutatni. Ez az európai évad az azért egy nagy kitekintés svéd, angol, ukrán, svájci, lengyel, osztrák, olasz darabok is lesznek. A természetesen a magyar repertoár, tehát a magyar darabok mellett is. Ami nagyon fontos, hogy a Csokonai Színház letette a voksát nagyon hosszú ideje a magyar színházi repertoár megújítása mellett. Ez egy fontos döntése volt, és azt gondolom, hogy ez már nem csak a mi 5 évünkre, de ez visszamenőleg is már egy tradíciónak tekinthető Debrecen színházi életébe, vagy Csokonai Színháznak az életébe az, hogy egy olyan repertoárral állunk elő, ahol mindig vannak újító jellegű a nagyobb, tehát az országos repertoárban megjelenő darabok. Opera tekintetében a jövő évadban 2 vadonatúj címünk lesz. Az egyik még soha nem volt, nem csak Debrecenben, hanem vidéki színházban sem. A másik pedig 22 éve nem volt Debrecenben. Ez utóbbi lesz először december közepén. Ez a Mozart a Figaro házassága című egészen csodálatos operája, amit mindannyian nagyon várunk, és ez egy koprodukció keretében is kerül színpadra, ugyanis a Coopera produkciós menedzsment szervezésében Szentendrén, július végén lesz egy elő bemutató ennek a kodályfilmatonikusokkal, és természetesen a Csokonai Színház komoly szerepvállalásával, és ez a mű fog bekerülni aztán decemberben
hozzánk kiváló, egészen kiváló szereposztásban. Úgyhogy ez lesz az első opera, premier, valódi premier, a másik pedig február végén lesz, ez pedig Rossini Bori grófja. Erről mondtam, hogy még nem is került soha színre magyar vidéki színházakban, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas helyzet lesz, és egy csodálatos műről van szó.